dolláros. Szerdától ilyen új elektromos kerékpárok lepik el Székesfehérvárt. A Lime elektromos kerékpárjainak maximális sebessége 28 km per óra. Használatukat ugyanabból a Lime applikációból lehet megoldani, mint a rollerekét, a tarifák is ugyanazok. Az első kerékpárok érkezésekor Cserpalkovics András megköszönte, hogy 3 éve a Lime bízott a városban, és most újabb eszközzel bővíti a kínálatát. Elindult ez az új szolgáltatás a rollerek mellett most már a Lime részéről. 40 kerékpárral indították el ezt itt Székesfehérváron. Ugye Szegeden van hasonló számban vannak kerékpárok is. Bízunk benne, hogy legalább olyan sikeres lesz, mint a roller. Mindenkinek biztonságos közlekedést kívánunk. Ennek nyomán egyébként lehet sisakotkat is használni, illetve korlátozva van a járművek sebessége 27 km per órában, illetve azokon a sétáló utcás részeken, ahol pedig nem lehet kerékpározni, ott csak tolni lehet nyilván ezeket a kerékpárokat. Irmai Krisztián, a Lime Technology Kft. Képviselője úgy fogalmazott, ha világszinten nézzük, az elektromos kerékpár az egyik legnépszerűbb közlekedési eszköz. Párizsban, Londonban napi szinten 3-4-szer megfordul egy kerékpár per nap utazás szempontjából, akkor még lehet, hogy keveset is mondtam. Éppen ezért ez az eszköz is sokkal nagyobb nívóval bír, és idehozni Magyarországra sokkal nehezebb, és éppen ezért csak olyan városokba lehet hozni, és arra engedi meg a központ is, meg így az amerikai anyavállalat, ahol már egyébként bizonyított. És Székesfehérvár egy ilyen piac egyébként, ahol napi 2,5-3-szor megfordul egy roller, oda megéri hozni a kerékpárt is, és ugye sok tényező mellett az is nagyon fontos, hogy rendezetten használják az illetők. Az elektromos rásegítéses kerékpárok súlya 32 kg, és plusz 3 kg-ot nyomnak az akkumulátorok, a végsebességük pedig 28 km/h-ban van korlátozva.